Rekord is lehet, 9 napon át közel 350 önkéntes gyűjti a szemetet a Bodrog és a Tisza ártereiben. Régi új eszközök, idén is sikeres volt az EAK Ne dobd ki az iskolatáskád adománygyűjtő akciója. Tanszer adomány, rászoruló családok iskola kezdését támogatja a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány. A Bodrog és a Tisza súlyosan szennyezett szakaszai tisztítják a petkalózok. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A versenyre idén 13 csapat nevezett, az önkéntesekkel együtt pedig összesen több mint 300-an dolgoznak azon, hogy tisztábbak legyenek a folyók. A 9 napos túra során előzetes számítások alapján akár rekordmennyiségű szemetet is összeszedhetnek. Fordulj ide a szeméttel, pakolj ki és vidd le lejjebb a hajót! Először a kenuk érkeztek meg szerda délután a rakamazi kempingbe. Már ezekből is sok teli szemetezzel került a partra. Percekkel később pedig lassú sodrással beúsztak az igencsak megpakolt hajók is. Erről már csatárláncban pakolták a zsákokat a válogatóhoz. A Petkupa csapata ezzel lezárta a bodrogi szakaszt, útjukat pénteken a Tiszán folytatták. Ez egy speciális verseny, mert idén összevontuk a bodrogit és a tiszai versenyt, így lett ez a főfutam. A Bodrogon 5. alkalommal, a Tiszán 12. alkalommal vagyunk, mert a fő cél mindig minél több szemetet szedjünk ki. Most így, hogy két folyót is érintünk, nem csak két folyót, de súlyosan szennyezett területeket is, úgyhogy nagyon sok szemetet várunk ettől a versenytől. Már az első három napban közel 8 tonna szemetet gyűjtöttek össze a Bodrog ártereiből. A korábbi évek adataihoz viszonyítva ez azt jelenti, hogy idén akár rekordot is dönthetnek a 9 nap alatt. Aztán pedig elkezdhetnek készülni a jövő évi túrára, hiszen valószínűleg akkor is lesz munkájuk. Az áradással jön a hulladék, tehát én úgy gondolom, hogy lesz munka. A Magyarországon bedobált PET palackok száma le fog csökkenni, mert azt vissza lehet váltani 50 forintért, de egyébként nagyon egyetértek ezzel a lépéssel. Vissza lehet, de amit szedünk, annak a zöme nem Magyarországról jön, hanem jön Szlovákiából, Ukrajnából főleg Ukrajnából, a Bodrogon Ukrajnából jön, de a Tiszán magán is Ukrajnából jön, mert ott a Huszt fölötti részen, Rahó, arról a részről rengeteg jön. A partokra borítják le teherautókkal, tehát jön még. De ott is elindult egy munka. Ráadásul a Petkupa kezdeményezésére is, mert az ottani képviselőink, ukrán, vagy félukrán, félig magyar képviselőink mindenféle lelki, szellemi, elvi támogatást megkapnak, de például gyűjtést szerveztünk, és abból teherautót vettünk az ottani gyűjtőknek, tehát Ukrajnában is megindult a dolog, és 30 év múlva már onnan se fog jönni. Addig azonban szükség van az új, lelkes és szorgos kezekre, ahogy a veteránokra és a több éve visszajáró fiatalokra is. Margit 4 éve csatlakozott, és mint mondja, biztos, hogy rendszeres visszajáró lesz, hiszen mély nyomot hagyott benne az első túra. Nagyon döbbentő volt, én rögtön az anyahajóra kerültem fel, ahol a fáradt csapatokat szolgáltuk ki mindennel, és akkora volt a nyüskés, hogy nagyon-nagyon beleszerettem. Megdöbbentő volt, hogy mennyi szemét van kint az ártérben. Szóval emlékszem arra, amikor így nagy szemétszigeteket láttam, akkor így meghökkentem, hogy ezért erre nem számítottam. A petkalózok idén Tiszalökön zárják majd a gyűjtést, a gondos szelektálás után elszállítatják a szemetet, a hasznos hulladék pedig visszakerül az anyagkörforgásba. Nyilvánosságra hozták a pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzések ponthatárait. 17 000-nél is többen jelentkeztek a 2024-es pótfelvételin valamelyik magyar egyetemre, ők az e-felvételi felületén tekinthetik meg az eredményüket. A meghirdetett képzések többsége önköltséges volt, de a legnépszerűbb szakok esetében akadtak állami ösztöndíjas férőhelyek is, amelyekre ezúttal is magas ponthatárokat húztak. A Nyíregyházi Egyetem egyik legnépszerűbb képzése
kérdése a gazdálkodás és menedzsment, ahová a pótfelvételi eljárás során csak önköltséges formában lehetett bejutni 218 ponttal. A legtöbb pont szám szerint 460 a mérnök informatikus szakhoz kellett. A pótfelvételi eljárásban sem a Nyíregyházi Egyetemen, sem a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán nem hirdettek meg állami ösztöndíjas helyet. Idén is sok adománnyal segítették a rászorulók tanévkezdését a nyíregyháziak, az Észak-Alföldi Környezet Gazdálkodási Nonprofit Kft. És a város önkormányzatának közös szervezésében több mint 100 iskolatáska, közel 40 toltartó és mintegy 20 tornazsák kerülhetett új tulajdonoshoz. A Ne dobd ki az iskolatáskád akció keretében összegyűjtött felajánlásokat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt álló gyerekek kapták meg. A kisfiú a versenyautós toltartónak, a kislány pedig a lovacskás hátizsáknak és a benne lévő őzikés toltartónak örült. Izgatottan nézték a gyerekek, mit rejt az új iskolatáskájuk. Legalábbis számukra új táska. Ezek többségét ugyanis használtan ajánlották fel Nyíregyháza és a vármegye lakói a Ne dobd ki az iskolatáskád akció felhívására. Sőt, olyan is volt, aki vadi új táskát vásárolt, hogy még boldogabbá tegye egy rászoruló gyermek tanévkezdését. A táskák mellett pedig számos más felszerelés is érkezett adományként. Nagyon sok olyan tanszer került be, amit tulajdonképpen meg sem számoltunk, de hogy felsoroljam, azért a radírtól, a ceruzáktól, a színes ceruzáktól, a színes festéktől, a vonalzókon keresztül, egészen a toltartókig és az iskolatáskákig gyűlt össze nagyon sok minden, és el szeretném mondani, hogy a lakosság között volt olyan, aki nem használt eszközt hozott, hanem vadonatúj táskákat, vadonatúj tortartókat hoztak be, hogy így is tudják segíteni a családokat. Azokat a családokat, akik nem tehetik meg, hogy új táskákra cseréljék le a régi lyukas elnyűtt darabokat, vagy ahol egyáltalán nem tudnak iskolatáskát adni az első osztályos gyerekeknek. Számos olyan család tartozik a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozásába, akiknek valóban segítséget jelent egy ilyen adomány. Ha a statisztikai adatainkat nézzük, akkor éves szinten egy 6000 fővel állunk kapcsolatban, és az adományok, a felajánlások, hál' Istennek, folyamatosan érkeznek a központunkhoz. Nyilván mindig vannak kiemelt időszakok, a karácsony a legnagyobb, de a karácsony után azért az iskolakezdés is egy nagyon nagy izgalmat von maga után, hiszen ilyenkor arra szoktuk buzdítani a Nyíregyháza lakosságát, hogy segítsék a mi szolgáltatásainkat, és hozzák be azokat a tárgyakat, amit is nagyon fontos, még tudnak használni a gyerekeink, még olyan állapotban van, amit ők is szívesen fölvesznek. Hál' Istennek a hívó szavunk most már nagyon sok mindenkihez elér Nyíregyházán, és egyre több felajánlást, adományt nem csak az iskola kezdéshez, hanem egész évben tudunk biztosítani a családoknak. Bár a gyermekjóléti központ működtetése kötelező önkormányzati feladat, a városvezetés mégis inkább segítségként tekint az intézményre. Mi az önkormányzat, a munkatársak, akár a polgármester, a vezetőség ezt nem kötelezettségként fogja fel, hanem egy öröm számunkra az, hogy megszervezzük. Nagyon széles területet fog ez át, a családsegítés, a bölcsődei ellátás, a gyermekek és a családok átmeneti otthona. Tehát aki bajba kerül, de nem feltétlenül kell az, hogy bajba kerülő legyen, annak próbálunk segíteni már alapszinten. A 2018-ban indult adománygyűjtés célja azonban nem csak az, hogy segítsék a rászoruló családok iskolakezdését, egy fontos hulladék gazdálkodási feladatnak is eleget tesz. Ezek a tárgyak így ugyanis nem növelik a kommunális hulladék mennyiségét, hanem funkciójuknak megfelelően lehet őket tovább használni, és ez az újrahasználat lényege. Kigyulladt egy személygépkocsi az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán péntek hajnalban. A baleset a 217-es kilométer Szelvénynél, Nyíregyháza közelében történt. A járműben 4 utaztak, személyi sérülés nem történt. A tűzoltók 2 gyors sugárral oltották el a tüzet. A műszaki mentés és a rendőrségi helyszínelés idején a belső sávban haladt a forgalom. A tüzet feltehetően elektromos meghibásodás okozta, közölte a katasztrófavédelem.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében közel 100 gyermek iskola kezdését támogatja a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány. Nyíregyházán 14, országosan pedig mintegy 1000 csomagot osztottak ki. Ezek füzeteket, írószereket és más tanulás segítő eszközöket tartalmaztak. Gitárszó hangja töltötte be a Szociális Szolgáltató Központ épületét Nyíregyházán. Az iskola kezdésre készülődve a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány immár negyedik alkalommal rendezte meg tanszeradomány osztó ünnepségét. Országszerte több mint 30 településen szerveztek ehhez hasonló eseményt. Nem csak Nyíregyházán, hanem Tuzséron is lesz egy ilyen átadó ünnepségünk, és ezeken a helyeken az a vágyunk, vagy az a célunk, hogy azok a gyermekek, akik a különféle intézményeinkben jelen vannak, vagy az intézményeinkhez kapcsolódó családokban jelen vannak, nekik segítsük az iskola kezdést. Közel 100 gyereknek fogunk tanszercsomagot átadni itt a Vármegyében. Nyíregyházán 14, országosan pedig közel 1000 adományt osztanak ki. Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű alsó, felső és középiskolás diákok segítése. A rászoruló családokat magánszemélyek felajánlásaiból támogatják olyan új tanszerekkel, amik elengedhetetlenek az iskola kezdéshez. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy lehetőségekhez jussanak azok a gyermekek, akik mondjuk valamilyen nehezített körülmények között élik a gyermekkorukat. Mindazonáltal, hogy tanszeradományokkal igyekszünk, azért az év közben igyekszünk olyan programokat, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokat is szervezni, amivel ugyanazokat az élményeket szerezhetik meg, mondjuk, mint egy hétköznapi értelemben vett családi működésben ezt megtapasztalhatjuk. Itt nagyon fontos az, hogy az esélyek minél inkább egyenlőek legyenek minden gyermek számára. A 2016-ban létrehozott alapítvány célja többek között az, hogy a nehéz sorsú fiatalok is olyan szakmát szerezhessenek, amit szeretnek és amikben sikereket érhetnek el. Nagyon sokat segít nekünk, egyrészt örülünk neki, másrészt pedig ezt így nagyon nagy segítségnek vesszük, mert hát ugye nem állunk anyagilag olyan jól, és így még bevásárolva sincsen az iskolába, és így nagyon jól jött. A Szociális Szolgáltató Központ több alapszolgáltatást is működtet. Szenvedélybetegekkel, szociális étkeztetéssel és idős emberekkel is foglalkoznak. Küldetésük a méltó életminőség segítése. Árokba hajtott egy autós Nyíregyházán Sóstóhegyen csütörtök este. A személygépkocsi vezetője elvesztette uralmát járműve felett, és a Templom utcában egy árokban kötött ki. A sofőr ezt követően megpróbálta az árokból kihajtani, a manőver közben azonban egy kressztáblát is kidöntött. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. Csütörtökön a nagy színpadon Molière Úrhatnám Polgár című balettkomédiáját láthatta a Vidor Fesztivál közönsége a debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadásában. A címszerepet Pindrok Csaba alakította vendégként, az előadás rendezője Keresztes Attila volt. Az Úrhatnám Polgár Molière komédiája humoros életképek sorozatával mutatja be a nagyra vágyó kisembert. Jourdain úr szeretne több lenni, mint aminek született. Mindent megtesz azért, hogy feljebb kapaszkodjon. Családi békéjét felforgatva, származását tagadva próbálja életformáját egy magasabb társadalmi kör igényeihez igazítani. A főszereplőt, Jourdain urat alakító Pindrok Csaba úgy véli, a szerep megformálásához ki kellett lépnie a komfortzónájából. Nagyon nagy szélsőségek vannak, ha látszik, ha nem, a színpadon nagyon nagy szélsőségekkel kell bejárnom, teljesen ismeretlen, vagy számomra hát lefedett területeket kellett megnyitnom, és egészen különleges vége van az előadásnak, egészen spirituális, ami szintén megvisel. Szóval egy kemény munka. A Vidor Fesztivál versenyelőadásai közül a zsűri választja majd ki azokat, amelyek díjra érdemesek. Az ítészeket a feladatra jelentkező nézők közül sorsolták ki. Ők naponta általában két előadást néznek meg, és adott szempontok szerint pontozzák a látottakat.
A zsűri elnöke idén Puskás Tivadar színművész. A szakember úgy véli, a tagok véleménye általában egyezik az előadásokról. Természetesen én szakmai szemmel nézem, tehát többnyire azt szoktam figyelni, hogy az adott rendezés, az adott darab, az adott színjáték az mennyire szórakoztató, mennyire érdekes, mennyire köt le, milyen, hogy van megcsinálva, nyilván mögé látok a dolgoknak. A többi zsűritag nyilván közönség. Tehát ők azt szerint néznek, hogy jól szórakoznak, vagy nem jól szórakoznak, leköti-e őket, vagy sem. A Vidor Fesztivál szombaton zárul. A Krúdi Kamarában a Pankreátorok, a Rózsakert szabadtéri színpadon pedig az Aranylakodalom című vígjátékot láthatják majd a nézők. A Vidor Fesztivál kísérő programjaként nyílt kiállítás a szolnoki művész Pogány Gábor Benő munkáiból a Szindbádban. Az alkotó 3 éve tanít szobrászatot és anatómiát a Nyíregyházi Egyetemen. Köztéri munkái, a szobrok és az emléktáblák itthon és külföldön egyaránt megtalálhatóak. A terembe lépve, végig pillantva az alkotásokon a látogató szinte egyből ismerős arcokat vél felfedezni. Pogány Gábor Benő szobrait sok esetben neves irodalmi személyek és mítikus alakok hitlették. Alapvetően egy irodalmi merítést szerettem volna válogatni, mert hozzám közel áll. Tehát, hogyha én a szobrászaton belül elgondolkodok, akkor alapvetően mindig irodalmi indítatásúak a munkák. Szoktam is mondani tanítás közben is, hogy a szobrászat az anyagba zárt költészetnek kell, hogy legyen, mert ha nem az, akkor nem fog föléledni az anyag. És a többi, azt pedig úgy gondoltam, hogy ami ebben a térben, mert egyszer körülnéztem, és úgy gondoltam, hogy egy olyan 10-12 szobor az, ami jó arányokkal tudná megtölteni ezt a teret. Pogány Gábor Benő műveiből 2017-ben Felmenők címmel született egy művészeti album, amely összefoglalja az alkotói munka elmúlt 30 évét. Ez egy válogatás, úgy éreztem, hogy több mint 30 év után, amit a pályán eltöltöttem, kellene egy összegzést csinálni, és ez a könyv ez így született. Kicsit eltér a megszokott művészeti albumoktól azzal, hogy 4 olyan írás is van az elején, ami segíti az olvasót rá hangolni az én szobrászatomra. Ha már nekifogtunk, akkor ezeket több nyelven lefordítottuk, hogy máshol is, ha ajándékba adok egy ilyen könyvet, akkor külföldön is olvasható legyen. A képek az remélhetőleg nemzetközi nyelven vannak. Itt visszatérnék arra a kérdésre, hogy nincsenek címek. Igazából azt hiszem, hogy igaz az, szokták nekem mondani, hogy akiknek tetszenek a műveim, hogy milyen jó, hogy itt nem kell megmagyarázni, hogy miről szól. A kiállítást Szepesi Béla grafikus művész, a Nyíregyházi Egyetem tanszékvezető tanára nyitotta meg. Olyan oldalról közelíteném meg, mint egy barátomnak a kiállítását nyitom meg, és ez sokkal tartalmasabb, hiszen régebb óta vagyunk barátok, mint kollégák. Legfeljebb a kettőnek van némi összefüggése, de ez a barátság, ez már több évtizedes. Úgyhogy úgy szeretném megközelíteni, hogy végülis nézőként milyen hatásokat keltenek bennem ezek a művek. Szepesi Béla azt is elmondta, Pogány Gábor Benő munkásságának itt bemutatott alkotásai természetesen egy szűk, de jól megválogatott keresztmetszetet mutatnak. A kiállítás a Szindbád rendezvénytermében 2024. októberéig tekinthető meg. Az Üllői úton játszik a Nyíregyháza Spartakusz az NB1 hatodik fordulójában. Timár Krisztián együttese vasárnap 19 óra 45 perces kezdettel a Ferencváros otthonában lép pályára. A forduló további párosítása a következő: Fehérvár FC MTK Budapest, DVSC Zalaegerszeg, DVTK Eto FC Győr, Kecskemét Újpest és Paks Puskás Akadémia.
Drabik Péter irányításával, de alaposan átalakított játékos kerettel készül a következő szezonra a Máté Szalkai MTK MB2-es női kézilabda csapata. Az MMTK célja, hogy a 7 csapatos D csoportban az első 4 között végezzen, így a felső házban folytathassa majd a rájátszásban. Augusztus 5-én kezdték el a felkészülést a Máté Szalkai hölgyek, mégpedig napi 2 edzéssel. 2 hét után napi 1-re csökkent ez a szám, szeptembertől pedig heti 3 tréninget vezényel majd a csapatnak Drabik Péter. Az elmúlt szezon gólkirálya, Drabik Panna is kipihenten vághatott bele a munkába. Egy hosszú pihenőt kaptunk, viszonylag másfél hónap volt. Az utolsó 1-2 hétben már kaptunk egyéni edzéstervet, ami futásokból és egy kisebb erősítésekből állt. Az edzést hosszú távú futásokkal kezdtünk, majd utána rövidebb távokat futottunk, és utána a termi edzések következtek. Úgy érzem, hogy egyre jobban összeszokott a csapat, mert sok új csapattársunk lett régi új idézőjelbe, de úgy érzem, hogy napról napra, edzésről edzésre egyre jobban összeáll a csapat, és újult erővel megyünk neki a előttünk álló szezonnak. Az edzéseken kívül nagyon sok csapatépítő vettünk részt, ahol egyénenként megismertük a másikat is jobban, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is jobban megismertük egymást, és úgy gondolom, hogy ez a pályán is elő fog jönni. A játékos keret alaposan átalakult, gyakorlatilag minden poszton akadtak távozók, a helyükre érkezőkkel így szinte új csapatot kell építenie Drabik Péternek. Sajnos eddig csak egy edzőmérkőzést tudtunk játszani, Hajdunánás. Házon belül oldjuk meg, az ifi a nagy ellen játszik edzőmeccseket. Hát most ez jutott, azzal főzünk, ami van. Sajnos nehéz ellenfelet találni, ugye a megyében is több csapat megszűnt. Hogy mivel lennénk elégedett? Ha nem sérülne meg senki, úgy tudnánk lejátszani a szezont, ez lenne a legfontosabb számomra. Akik megsérültek, tudjanak visszaépülni, ez a másik legfontosabb. A harmadik pedig, hogy azért lesz felsőház, alsóház. Hát nagyon nehéz lesz a felsőházba bekerülnünk szerintem. Megpróbáljuk, ez a cél. Meglátjuk. A Szalkaiak legeredményesebb játékosa szeretné megcélozni a dobogós helyek valamelyikét a 12 fordulós alapszakaszban. Mindenképpen szeretnénk a dobogó elején végezni. Ez remélem sikerülni is fog, és mondhatom a csapattársaim nevében is, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez így is legyen. Személy szerint én védekezésben sokat szeretnék fejlődni, mert szerintem vannak hiányosságaim, de azon leszek, hogy ez a szezon közben és ez a végére is javuljon. A Máté Szalkai MTK mellett a Kazincbarcika, a Debrecen U21, a Füzesabony, a Hajdúböszörmény, a Kálósemjén és a Balmazújváros alkotja a D-csoport mezőnyét. Az alapszakasz követően az első 4 helyezett a C-csoport legjobb 4 csapatával alkotja majd a felsőházat a rájátszásban. A 3 vonal alatti együttes pedig csatlakozik a C-csoport második 4-eséhez. A Máté Szalka szeptember 15-én Hajdúböszörményben kezdi a bajnokságot. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A Bodrogot és a Tiszát is tisztítják idén a petkalózok. Előbbit 5., utóbbi 12. alkalommal próbálja megszabadítani a hulladéktól 13 csapat. A több mint 300 fős legénységben Erasmusos önkéntesek is segítik a válogatást. Több mint 100 iskolatáska és 30-tól tartó került új tulajdonosaihoz. Csütörtökön vették át a tanévkezdés segítő adományokat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt álló gyerekek. A gyűjtést az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. És Nyíregyháza önkormányzata közösen szervezte. Az iskola kezdés segíti a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány. A szervezet 4. alkalommal indította el országos tanszeradománygyűjtő kampányát. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében közel 100 gyermeknek adtak át csomagot. A nyíregyházi ünnepségen 14 diákot leptek meg az iskola kezdéshez szükséges új felszerelésekkel.
Augusztus 30-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval. Hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombaton napos időnk lesz, kevés gomoly és fátyol felhővel az égen. Nyugaton elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, az északi a szél pedig csak néhol élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között várható. Vasárnap is hasonló időnk lesz, folytatódik a kánikula 31 és 36 fokos csúcsértékekkel.